ünnep a művésznőnek, hiszen születésnapja van, ünnep nekünk, hiszen itt van velünk. Isten éltesse a ma 28-27 éves nyertes Zsuzsát, kész csokon, szervusz! Jó reggelt, és nagyon boldog nagyon, nagyon boldog születésnapot! Köszönöm szépen, és én is engedjétek meg, hogy innen kívánjak Zalatnai Cinének is nagyon boldog születésnapot, mert mi egy napon születtünk, és még volt két pályatársam, Kállai Ilona és Kibédi Ervin, aki december 14, úgyhogy nekik is hát ott fönn játszanak már az égi színpadon. Ezt nem is tudtuk. Ha már említetted a játékot, amikor valaki a színpadi szerepeidet átnézi, amikor a film szerepeidet átnézi, akkor gyakorlatilag belefárad. Már abba a címekbe, amennyit eljutottak. Én kisgyerekként először a Szegény Johnny és Árnyéka című filmben láttalak. Viszont elképesztő az a repertoár, és amit megjegyeztél most, hogy 17 vagy 18 darabban játszol egyszerre. Ez a fizikai képtelenség, azt megjegyezni. Igen, hát ebben a 35 évben, amióta a pályán vagyok, ennyi fért bele, és hát nagyon remélem, hogy még a következő 10-20 évben is lesz ugyanennyi. Hogy bírjuk, mindenki ezt kérdezi, hogy tudod, hogy most aznap azt, hogy nem tévesztesz-e szöveget, hogy nem mondod el a másik darabból. Ezt én kérdeztem most. Igen, te kérdezted. Igen, igen, pontosan. Kizárólag, hogy nem. Kifejezék szövegként, ebben jön egy másik darabban. Elvesztük a jelmezt. Ugye az ember már reggel fölébred, és már tudja, hogy este mit fog játszani, mivé fog változni, stb. És fölveszem a jelmezemet. Előtte azért általában kicsit átpörgető az ember, főleg előző éjszaka belegondolok, hogy mit játszom, hogy azért kell egy kicsit rákészülni agyilag, de hála Istennek lekopogom, eddig még minden klap volt, és még nem hagyott cserbe az agyam, és remélem ma sem fog cserbe hagyni, mert ma egy egyszeri megismételhetetlen este lesz a Vidám színpadon, no, az Eurocenterbe. Bőröndi Tamásnak és Tom Dezsőnek köszönöm, hogy lehetővé tették, hogy ott náluk ünnepeljem a Vidám színpadon, hiszen 35 év a pályafutásomon a Vidám színpadról szólt, 30 évig a Révai utcában, most pedig 5 évig. Legyen igen, neked meg a saját akaratod, köszönd meg Böröndi Tamásnak és Straub Dezsőnek, akik itt vannak, jó, és jönnek, és tényleg nem, és tényleg és nem utána. És persze, hogy sírnak, nyilván. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Ezt már nem tudod elénekelni. Ne, így 18-81 vagyok. Maradjunk annál a 18-nál. Majdnem beszámíthatatlan a Zsuzsát. Ilyen kicsit. Nem, ezt megtehetik. Nem így tűnt, amikor rád néztem. 81. Nem 81, 18. Ilyen kicsit tortát kapok. De Zsuzsa, nem vagy örülni, rögtön kiforgatod. Figyelj, ha és amennyiben... Ha és amennyiben nem tetszik a torta nagysága, csak elárulom, hogyha ezt itt bárkinek az arcába vágod, biztos nézettségére. Ez mekkora... Jó, de megpróbálsz olyat mondani, hogy ez legyen a vége? Nem próbálok olyat mondani, mert hogy kettő nevet említett a művésznő, és tényleg nem tudta, hogy itt vagytok, tehát tényleg nem tudta, és a ti kettőtök nevét említette. Mert ő két olyan partnerem ül itt, akikkel a legtöbbet játszottam ez alatt a 35 év alatt. Nagy tragédia. Akik a legtöbb vagy a Zsuzsának. A leglegközelebb vannak a szívemhez, a lelkemhez, akiknek úgy, ahogy magamnak a legszebb színészi pályát, boldogságot kívánom, és hála Istennek, ők is révbe értek itt mellettem, mind a kettő nem csak színészként, hanem férfiként is, emberként is boldog. Bárja, és most az itt mit? nagyon kerül a boldog színész ember ül itt veletek szemben a sírját. Na, én nekem nem tudom, hogy egyébként az életben mennyi szót adtál nekik, de akkor egy pillanatra átadom nekik, hogy nektek mit jelent nyertes, Zsuzsa. De ma itt a férfiaknak nem jár szó, egyébként ezt nem mondták. Vissza is ülök, parancsoljátok, mi édes dolog volt, mert ugye beszéltünk már erről a évad kezdéskor, hogy a Zsuzsának ugye 14-én van a születésnap. Szerettük volna úgy megünnepelni, hogy pont egy olyan darabot játszunk, amiben ugye ő benne van, de sajnos egyeztetés miatt ezt nem tudtuk összehozni. Viszont Jeri, akkor arra gondoltuk... De jó, hogy így alakult. Kitaláltuk azt helyesen, ez egyszerűen főleg a Zsuzsi, hogy akkor ez a nap mindenképpen róla szóljon. Rengeteg meglepetés vendég lesz, amiről még ő se tud, hál' Istennek, tehát vannak meglepet, pedig aztán de nagyon... Mi első óvodáskori szerelem, tehát olyan, ami ott van. Az ott van az óvodáskori szerelem, mert ott fog ülni. Igen. Nem mondasz rosszat, mert hát azt hiszem, hogy az első szerelem az életársa Attila, tehát, hogy... ugye 44 éve a
Hát az első szerelem ezt volt. Én egyébként és mindenki Zsuzsónak más fogja a fülét, hogy én ezt meg akartam tőled kérdezni. Mit? Ezt a hogy ez hogy létezhet a mai világban, igen. Tehát egy 150 éve a déd nagymamáinktól hallottunk ilyet, hogy hozzámentünk az első szerelmünkhöz, és boldogságban élünk vele. Jó, ti nem házasodtatok hát össze, teljesen ez tök mindegy szerintem, de 40 akárhány 44. éve együtt élsz az első szerelmeddel. Ezt hogy? Hát így, így. És közben született egy gyönyörű gyerekünk. Vagy. Hát, isteni szerencse vagy. Isteni szerencse vagy. Isteni szerencse megkérdezni. Igen, mert, legközelebb hívjátok hogy ő, meg. Hogy bírta, vagy ő, hogy értékeli ezt a pár évet. Hát igen, türelem. És úgy látszik, hogy a sors vagy a jóisten egymásnak teremtett bennünket, és látszik is, hogy a boldogság kiegyensúlyozott, csak is szerepet van ebbe. Gyújtpedagógus az Attila, igen, tehát ez fontos momentum. Nagyon igen, felkészítem. Erre nem reagálunk, nem lenne elegáns. Valamiből felkészítem. El tudnátok mondani, hogy hány darabban játszottatok együtt, hányszor léptetek Dezső mondjuk színpadra együtt, hány hát órát töltöttetek utazó buszban vidékre? Jézus, Atya, Isten, de jó lenne annyi tízezrest kapni, hogy nagyon gazdag ember lennék. Irdatlan sokat, és a régi Vidám színpadból, ami a Révai utcában ugye sajnos befejezte pályafutását 14 évvel ezelőtt, ez a hármas maradt igazándiból meg. Még van egy-két kedves drága kollégánk, akiket összeszedjünk majd nem sokára, csináljuk majd egy ilyen nagy bulit újra, de a meghatározó főszereplők közül, így akik a pályán vagyunk, tehát azért kell nagyon megbecsülni ezt a pici lányt, aki végre utolért minket. Keresnek titeket például, amikor Zsuzsa mesélte, hogy önálló estje van, vagy ez a vicces énekes, mondjuk úgy hakni, ami nekem egy nagyon pozitív fogalom egyébként, keresnek köszönöm. Titeket együtt, mert valóban elválaszthatatlannak tűntök. Hát így hárman boldogan mennénk, de Bőrcikém annyira el van foglalva a Vidám színpadnak az igazgatásával, meg minden darabban játszik, stb. Meg hát ő ugye a feleségével, az Annával megy haknizni. Én viszont azért a Dezsővel azért elég sokszor. Én már nem haknizom, megmondom őszintén. Nem haknizom. Ami érdekes dolog, én azt teszem észre, nem tudom, lehet, hogy ezt így másképp látjátok, mert tényleg haknisztok, hogy mostanában inkább színházi előadásokat kérnek. Igen. Tehát nagyon színházat helyre, és projekteket. Igen. Tehát olyat, hogy igen. Straub Dezső önálló estje, ez ma már nem divat. Nincsenek már ilyen ezt. Olyan van, hogy nyerő páros, olyan van, hát a három hülyet, tehát ha csinálsz egy ilyet, akkor már el kell adni. Falunapokon meg ilyenkor az ember elmegy, énekel, vissza a kis kottáját, és akkor elénekel egy pár helyes dalt, de nekik is van egy Könnyű Erkölcsök című kétszemélyes darabjuk, azt is szívesen viszik. Igen. Isteni. És a legjobb dolog a művészekkel csak, hogy tud a hakni műfajában a legjobb a hazafelé benzinkúton összetalálkozni. Igen! Az, mint ahogy mi talán a Máté Szalkai grillás cukrászdában együtt. Igen. Mert éppen akkor volt föllépés, én meg éppen arra sétáltam, és meg is néztem a darabot. Zsuzsa, és mindent megtudtunk a könyvedről. Így van, amit szeretettel ajánlottunk mind a darabjaitokat is. Boldog születés! Boldog születés! Köszönöm, nagyon boldog estére kívánjatok szerencsét! Képzeljétek el, fordítva vettem föl reggel. Jó, direkt vetted fel fordítva? Nem, véletlenül. Tényleg, ez hogy meg? De mert mondta direkt, úgy nem éri, csak bocsáss, ha véletlenül. De ezt miért mondod? Tehát, hogy ki, hát csak, hogy szerencsém lesz este. Legyen szerencsém, és a következő sok-sok évre is nagyon sok boldogságot kívánok. Neked is, nektek is. Azon kívül, hogy egy csodálatos pályafutás, öröm látni ilyen barátságot, ilyen évtizedes barátságot közöttetek. Isten éltessen benneteket, és Isten éltessen. Hajrá, nyerik!